Jó napot, sziasztok, kellemes időtöltés nektek, tartsatok velünk, nézzetek meg új szerzeményünket, egy Citroen C4-es fogunk megnézegetni közelebbről. Érdemes lesz, mert egy nagyon jó kis extrás kocsit fogunk megnézegetni, és ráadásul még végigvezetett szervizkönyve is van. Ezt a srácoknak köszönöm, hogy itt fellapozták, Ferinek és Peti kollégámnak. Láthatólag itt tényleg a márka szervizben rendszeresen hordták. 2018. novemberi az utolsó bejegyzés, tehát 1 év és 3 hónappal ezelőtt volt utoljára márka szervizben. Ugye friss műszakival kínáljuk nektek ezt a 9 lovas dízelmotort, HDI motoros, ugye Collection felszereltségű, nagyon gazdag gyári felszereltségű, rögtön látjátok, egy bőrkormány előtt ücsörgök én, aminek a közepében irgalmatlan mennyiségű gombot szereltek bele ezek a franciák. Van sebességlimiter, tempomat benne, Bluetooth-szal összekapcsolható gyári zene, van itt komputer, ott fönt látjátok a kijelzőjét, amúgy onnan is vezérlődik meg innen is, és a rádió is ugye innen is, onnan is dolgozik. Aztán nézzük meg, hogy mennyit futott, adunk egy gyújtást neki, azt mondja, hogy minden rendben van. Rögtön elforgatjuk a kulcsot, 157, 6.12 óraállásunk van. Tehát szépen jár a motor, hát ezt innen látjuk különben. Én rálépek a gázra, és az szépen szalad fölfelé ez a sok kis fekete kocka. Esőérzékelés az ablaktörlő, illetve a tükör sötétedik, a belső tükör, hogyha valaki vadul világít mögöttünk a fényszoróval. Tehát itt a kijelzőjén az idő, dátum, óra, komputerét tudjátok itt állítgatni. Van itt centrálzár, bezárja magát az összes ajtó, vagy magunkat bezárjuk. Ide van írva, hogy Bluetooth-os, CD-s. Aztán van itt két oldalra digitális automata klíma, és egy 5-ös váltó, teljes kopásmentes, különben csili-vili tényleg a szerkezet. És van itt még további lehetőség, hogy lehessen dugdosni. Oda lehet dugni, ugye AUX és USB csatlakozási lehetőség van, és egy könyök támasz, amiben lehet pakolászni. És nem csak oda lehet, hanem ide is lehet pakolászni, de itt van még extra, tehát légzsák kikapcsolható, és ugye hűthető is ez a kesztyűtartó. Hűthető, fűthető, inkább maradjunk annyiba. Kiszállok, és akkor megnézegetjük a járgányt. Kívülről is szemüvegtartó. 4 darab elektromos ablak és elektromos tükörrel tudunk itt operálni. A tolatóradart ki tudjuk belőle kapcsolni, tehát nem pittyeg. Az üléseit is megmutatom nektek, oldal légzsákos. Állítható magasságú, mint ahogy a kormány oszlop is. Itt is megnézegetjük, van itt térképtartó, van itt könyöktámasz, izofixes ülés és ugye kalaptartó, csak most nem fér be egyelőre a kalaptartó. Ablakok elektromosak. És akkor érdemes megnézegetnünk egy kicsit távolabbra. Egy szép ezüst színű, 5-ajtós autót nézünk. Citroen márka jelzésű alufelnike. Nagyon szuper, jó állapotú nyári gumit találunk. Ez Bridgestone márkájú a különben. Hátul tolatóradar, ugye, amit nézegetünk, ugye kikapcsolható. És itt van egy kis ajándék. Nem is kicsi, hanem nagy. Legalábbis 4 darab. Jó nagy. Téli gumiszett, és nehéz is, úgyhogy be lehet cipelni majd a garázsba, jövő télen majd jó lesz ez. Én úgy láttam, hogy elég szuper a mintázata még. Lemezfelnyire van szerelve, tehát nem kell ugye nagyon a felnikkel foglalkozni, nem kell átszerelgetni semmit. Van kötfényszórónk, nagyon szép tiszta lámpák, mint mondottam, esőérzékelős. A szélvédőnk, és a HDI motor pedig itt dolgozik. És, amit mondok, ugye 18. novemberben 141.000-nél még egy címke, amit a Citroen művek bele ragasztott ide a tulajdonosnak, vagy a szervizmennek, aki következőleg kinyitja a motorháztetőt. Ez normálisan dolgozik, amúgy jól lehet vele kocsikázni, és 5-6 liter körüli üzemanyag belül meg is elégszik. Úgyhogy egy takarékos kis járgány, és jó nagy hely van benne, meg hát rengeteg extra. Gyertek be hozzánk, legyen a tiétek ez a jó kis C4-es, aminek látszik, hogy nagyon szép alufelnye van szerintem, egész jól feldobja. El is búcsúzom, gyertek be hozzánk, nyomjatok egy ilyen jelet a videó végére. Köszönöm ezt nektek, iratkozzatok fel a csatornánkra, látogassatok meg minket.